A miniszterelnök beiktatásán beszélt arról, hogy a kormány egy új családpolitikai akciótervet is hirdet, de erről előtte majd egy nemzeti konzultációban kérdezik meg az embereket, ezzel folytatjuk. Természetesen ezt nem alakíthatjuk ki másként, mint a magyar családokkal való párbeszédben, magyar családokkal való együttműködésben, ezért fontos az a nemzeti konzultáció, amelynek egyik fő iránya, pontosan a családoknak a megkérdezése, a családoknak a bevonása lesz az akcióterv kialakításába, hiszen a családok a mi szövetségeseink, Magyarország jövőjének záloga, ahol születnek gyerekek, annak a nemzetnek van jövője, ahol nem születnek gyerekek, annak a nemzetnek nincs jövője. Nyitrai Zsolt, a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnök megbízott, engem jó estét kívánok. Jó estét kívánok, köszöntöm az Echo Televízió nézőit. Ugye az ön feladata az, hogy konzultáljon különféle társadalmi csoportokkal. Itt vagyunk a harmadik kétharmadnál, még nő a kormánypártnak a népszerűsége. Milyen területei vannak még a további konzultációnak? Előjáróban mindenképpen azt kívánom elmondani, hogy a Fidesz az mindig is a párbeszédre alapozta a közéleti munkáját. Ha a nézők visszaemlékeznek, akkor láthatják, hogy ez így volt, amikor ellenzékben voltunk, hiszen akkor nemzeti petíció formájában kérdeztünk meg az emberek véleményét, például az energiaárak és a lakástámogatás kérdésköréről. És mióta kormányzunk, azóta pedig nemzeti konzultációban kérjük ki az emberek véleményét két választás között is, ilyen módon ők is részesei a döntéshozatalnak, és azt gondolom, hogy a felvezetőben is említette, ez a választási siker az egyértelműen hozzájárult, hogy ezekben a fontos kérdésekben mindig megkérdeztük a polgárok véleményét, és a döntéseinket úgy hoztuk meg, hogy ezeket a véleményeket becsatornáztuk a döntéshozatalba. Oké, a nemzeti konzultáció kérdéseit ugye a kormányzat fogalmazza meg, és erről lehet véleményt mondani. Van viszont egy másik irány is, amikor alulról jövő kezdeményezéseket kell, vagy lehet valahogy becsatornázni a kormányzat. Így van, igen. Nekünk is valahol ez a feladatunk. Ugye mi a munkánkat a miniszterelnöki kabinetiroda keretein belül végezzük, ugye a miniszterelnök úrnak a munkaszervezete, az a feladatunk, hogy az ő munkáját mindenben segítsük, és hát ezeket a kiemelt társadalmi ügyeket keressük, ezeket képviseljük, mert vannak olyan társadalmi csoportok, amelyeket külön megkívánunk szólítani. Van úgy, hogy egy azonos élethelyzetben lévőkkel konzultálunk. Ilyenek például a nyugdíjasok, a cukorbetegek, vagy éppen a fogyatékossággal élő honfitársaink. Aztán vannak olyan társadalmi csoportok, amelyeket ugye a hivatásuk, a munkájuk köt össze. Védőnök, rendőrök, polgárőrök, vagy például gyógyszerészek. És hát vannak olyan társadalmi csoportok, amelyet az életmód köt össze, ilyenek például a hagyományőrzők, vagy éppen a természetjárók, vagy mondjuk a horgászok, amely az ország legnagyobb civil szervezete egyébként több mint 600 ezer taggal. Hogyan döntik ezt el, hogy melyik a fontos kérdés, melyik a kevésbé kérdés? Hogyan választják ki azokat a témákat, amikről nem tudom, véleményüket kérdezik? Hát általában úgy, hogy ezen csoportoknak a véleményét már előzetesen becsatornázzuk. Például a következő hónapokban majd az állatvédelem témakörében fogunk indítani egy konzultációt, hiszen Magyarországon több mint 2 millió kutya van, több mint 2 200 000 macska, de természetesen nem csak a házi kedvencekről van szó, hanem a haszonállatok is ugyanolyan fontosak. Tehát ők egy olyan komoly társadalmi csoportot képviselnek, az állattartók, vagy az állatvédők, és hát sok fontos kérdés van, amiben ideje lenne, hogyha el tudnánk mondani a véleményeket. Természetesen a személyes konzultáció az eddig is megvolt velük, különböző jogszabályok előkészítése kapcsán, de ez most úgymond egy alaposabb, egy jobban kidolgozottabb konzultáció lesz. Az én feladatom pedig elsősorban az, hogy elérjem azt, hogy a kormányzat a döntéseinél ezen társadalmi csoportoknak a speciális szempontjait mindig figyelembe vegye. Most ugye nagy port kavart fel ennek a bizonyos sünt felgyújtó fiatalembernek, az ugye, ha már az állatvédelemnél tartunk. Tehát mi dönti azt el, hogy mi az a súly, amikor már eléri azt az inger küszöböt, hogy mondjuk ön egy jelentést ír róla a miniszterelnök? Minden vélemény számít, és mindenkinek a véleményét igyekszünk meghallgatni. Nyilván a konzultációt azért vagy egy kérdéssorozatban, vagy egy nagyobb témakörben szoktunk indítani, de arra lehet készülni egyébként, hogy az elkövetkezendő időszakban kisebb témakörökben is lesznek majd folyamatosan ilyen szegmentált konzultációk, lesznek személyes konzultációk, és például
országjárások keretében. Volt olyan, hogy a méhészeket hívtuk össze például megyénként, több mint 20 ezer méhész él és szorgosan dolgozik ugye Magyarországon, és pár hónappal ezelőtt minden megyébe eljutottunk a szakértőinkkel, és ott a méhészeket hívtuk össze, és kértük a véleményüket, amelynek a vége lett egyébként egy stratégiai együttműködési megállapodás, amelyet a miniszterelnöki kabinetiroda koordinációjában, akkor még a Földművelősügyi Minisztérium, illetve az Országos Magyar Méhészeti Egyesület meg tudott kötni. Nyilván ezeket a stratégiai megállapodásokat a jövőben is előre akarjuk vinni, illetve a régebbieket, korábbiakat pedig meg kívánjuk újítani. Ugye, ha már itt az állatvédelmét tartunk, ugye ennek azért a társadalmi veszélyessége az állatvédelmeket cseki, viszont nagyon nagy média visszhangot kap, az emberek szeretik az állatokat, könnyen azonosulnak az ilyen történetekkel, érdemes megkérdezni a véleményüket. De volt a nemrégiben, vagy néhány nappal ezelőtt egy ügy, ugye Novák Katalin kiállt a hagyományos családmodell fontossága mellett, és nagyon komoly támadásokat kapott elsősorban ilyen gender aktivistáktól. Közélet már csak ilyen vannak benne támadások. Na jó, de például ilyen témában ki lehet kérni a véleményét az embereknek? Minden témában ki lehet kérni az embereknek a véleményét, és még egyszer hangsúlyozom, szerintem minden vélemény tiszteletben kell és tiszteletben lehet tartani. Mindezek mellett a mi fontos feladatunk az is, hogy keressük azokat a kiemelt ügyeket, amelyek megoldásra várnak még ezen társadalmi csoportoknál. Nyilván itt apróbb, egyszerűbb ügyekre gondolok, amelyek egyébként ezen társadalmi csoportoknak, az érintetteknek nagyon-nagyon fontosak, és lehet, hogy meghatározzák az ő mindennapjaikat. Hadd mondjak két példát csak azért, hogy tudjam érzékeltetni, hogy miről is van szó. Annak idején, hogy a kormányzat bevezette nagyon helyesen a Nők 40 programot, amelyen már több mint 250 ezer hölgy honfitársunk élt, nevezetesen ugye hamarabb nyugdíjba tudnak menni, hogyha 40 évet szolgáltak, és többen jelezték nekünk, hogy rájuk az egyébként nyugdíjasokra vonatkozó, például kulturális kedvezmények, múzeum belépőknél egyéb esetben nem vonatkoznak. Ezt nem tudtuk volna, én sem tudtam volna, hiszen aztán nyilván nincs mindenki ilyen élethelyzetben, de jelezték nekünk, utána mentünk, tényleg így volt, tehát ez egy jogos felvetés volt ennyiben, és a minisztériumoknak a bevonásával ezt a kérdést meg tudtuk oldani. Ez egy apróbb ügy, de nekik nagyon fontos. És mondok még egy másikat, a kerékpárosok, szintén nagyon sokan vannak Magyarországon, és hát ők jelezték nekünk, hogy pár hónappal, talán egy évvel ezelőtt még az volt a helyzet hazánkban, hogy azon erdei utakra, ahol egyébként az erdészek terepjáróval mennek, nyilván végzik a munkájukat az erdőben, azon erdei utakra nem mehetnek be kerékpárosok. Valljuk be, ez nem egy logikus szabályozás, de ezt is meg kellett őket hallgatni, hogy ezt el tudják mondani, hogy így van. És ilyen módon tudtuk ezt a szabályt módosítani. A bringások most már bemehetnek az erdei utakra, ők nagyon-nagyon örülnek, és az erdészek sem szomorkodnak. Lehet-e kezdeményezni ilyen konzultációt mondjuk önökkel? Van egy speciális csoport, nem tudom. Természetesen igen, minden megkeresésre szoktunk válaszolni. Nyilvánvalóan nem tudunk minden ügyet természetesen megoldani, hiszen ez egy lehetetlen vállalkozás lenne, de az, hogy amit a kormányzat és a Fidesz végül is tényleg évek óta csinál ellenzékben és kormányon, ahogy említettem itt a felvezetőmben, azt folyamatosan végigviszi, és ezt mi segítjük a társadalmi csoportok tekintetében. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos kérdés, ezért is neveztük el ezt kiemelt ügyeknek. Miről fog szólni a következő? Van esetleg tudomás arról, hogy a következő plakátkampány miről fog szólni? Ugye itt a sajtóban hírek láttak napvilágot, hogy 2 milliárd forint értékben eldőlt a közbeszerzés. Erről jelen pillanatban nem tudok tájékoztatást vagy felvilágosítást adni, hogy ez hogy fog kinézni az elkövetkezendő időszakban. Mi ezekre a kiemelt társadalmi ügyekre és az ezzel kapcsolatos párbeszéletre, konzultációkra még koncentrálunk elsősorban. Fognak kapni kritikákat, emlékszünk, mindannyian hatházi. Ez a közélet része, így van. Hatházi Ákos itt rócsózott azzal, hogy nem engedik be a nemzeti konzultáció íveit megszámolni, és akkor utána ezt úgy állította be, mint hogy egy ilyen demokrácia deficit lenne. Hogyan fogják kezelni a kritikákat? Én úgy tudom, hogy jogszabályi keretek között a képviselő... Rendben, ez egy média hack volt. Mindenbe betekintést kapott, és hát azt is hangsúlyozni kell, hogy ezek a konzultációk mindig jogszabályi keretek között történtek. Remélem mostanra ezt Hadházi Ákos úr is elhiszi, hiszen saját szemével láthatta. Nyitrai Zsolt volt a vendégem, köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a meghívást.